Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A szerelem kertje. Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Cyrilla számára. Kedves Cyrilla, üdvözöllek téged. Te vagy egy pár kapcsolatban, de ti nem éltek együtt, van távolság is. Ő mindig visszahúzódik, és te tudni szeretnéd, hogyan tovább. Van-e esély arra, hogy ti összejöjjetek egy komoly párkapcsolatba? Én belepillantottam a horoszkópotokba, és amit mondhatok, nála vannak kármikus témák, októbertől megfordulnak az események, de már érezhető lesz szeptember közepén. Ami a te horoszkópodat illeti, te egy félhold napon születtél, és az azt jelenti, hogy a nap és a hold egy ilyen összeköttetésben áll, ami belső feszültségekre utal, hiányzik a levegő eleme, a szabadság érzete, ez a fellélegzés, a könnyűség, ezt másoktól kapod meg, ő tudja neked ezt biztosítani, mert az ő horoszkópjában van a levegő elemében az ő napja, és Merkur bolygó, tehát ő tudja neked ezt nyújtani. És most a szerelem kertjéhez. Ebben a parkban van egy hölgy, ez téged szimbolizált, és ez a férfi őt szimbolizálja. Először megtekintjük a te érzéseidet, ezt mutatja itt ez a kártya. Kis szomorúság látható a képen. Valami elszomorít téged. A kezed, ez a tartás arra utal, hogy te kezedbe szeretnéd venni a dolgokat, vagy őt szeretnéd megérinteni. Itt ez az érem nem csak az anyagiakat szimbolizálja, hanem az értékeket is. Számodra ez a férfi nagyon értékes, ez a szerelem nagyon értékes, de gondolj a te saját értékeidre is. Te is nyújtasz valamit számára, és értékes vagy. Azon kívül ez az arany érem, ez szimbolizálja a föld elemét, és ezek a reális dolgok. Te nem álomképekben szeretnél élni, te azt szeretnéd, hogy ez a párkapcsolat, ez reális legyen. Most megnézzük az ő érzelmeit. Ezt mutatja itt ez a kártya. Itt is ez az arany érem látható az egyes számmal, ami azt mutatja, hogy ő nagyon magabiztos, és ő tudja, hogy mik az ő saját értékei. Ami hasonló, mint nálad, őnek is fontos a biztonság érzete, szeretné ezt a párkapcsolatot átélni, azon kívül az értékek. Te nagyon értékes vagy számára, de ő tudatában van azzal, hogy ő maga is értékes. Most megtekintjük a gondolatokat. Mire kell, hogy gondolj? Ezt mutatja itt ez a kártya. Itt kell, hogy valamin még dolgozzatok. Kell a türelem is. Jelen pillanatban még minden olyan bizonytalan. Ez időbe telik, körülbelül 3 hónapba, amíg kettőtök között meg lesz ez a stabil alap, és erre építhettek valamit, erre felépíthetitek a párkapcsolatot. És mire gondol ő? Ezt mutatja itt a nap, az
jelenti az ő kisugárzását, ő bízik abban, hogy jól alakulnak a dolgok, és az a gyermek mutat egy új kezdetet. Mi van a háttérben? Van egy férfi a te életedben, egy másik férfi. Itt minden olyan nyugodt és csendes. Ez azt jelenti, hogy a te nagy szerelmed áll a középpontban, és téged nem érdekelnek más férfiak. És most megtekintjük azt, hogy mi hat rá. Van ott egy másik nő az ő életében, mint írtad, igen. De mi a kapcsolat kettőjük között? Ez a kard, ez egy szakításra utal. Ő ezzel a karddal elvágja a kapcsolatot. Ez a kard szimbolizálja a levegő elemét, és a levegő eleme az utal a kommunikációra is. Itt lesznek komoly beszédek kettőjük között, és az ahhoz vezet, hogy ő befejezi ezt a kapcsolatot. Nem csak ez a kard utal erre, hanem ez a torony is. Itt minden összeomlik nála, és lesz egy új kezdet, mert ez, amire ő gondol, ezt tervezi. És mi fog történni nálad a következő hónapokban? Ő nyújtja itt a kezét, és benne van ez az arany kehely, ami a víz elemét szimbolizálja, tehát az érzelmeket. Előfordulhat, hogy te bizonytalan vagy, nem figyelsz oda erre, de nézd a lehetőségeket, mert ő ezt nyújtani fogja számodra. Ebben a parkban, a szerelem kertjében van itt egy szökőkút, és ez a forrás mutatja a kiutat, a jövőt, és itt látható ezen a képen megint ez az arany kehely, ami a víz elemére, az érzelmekre utal, az azt jelenti, hogy ő nyitott lesz erre a szerelemre, és meg lesz arra a lehetőség, hogy kialakuljon köztetek egy komoly párkapcsolat. Ezen dolgoztok is, mutatja ez a kép. Legyen ez a gondolatod. Én most megkérdezem az Ingát. Szeret ő téged? Igen, nem, vagy egy kicsit? Amennyiben az Inga jobbra fordul ki, az azt jelenti, igen, ő szeret téged. Amennyiben az Inga balra fordul ki, az azt jelenti, ő nem szeret téged. Amennyiben az Inga megáll, az minden olyan bizonytalan. A válasz, igen, ő szeret téged. Kedves Sziriéla, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok neked minden jót. Nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!